Évtizedekkel repít vissza az időben a Baross úti üzlet homlokzatán talált plakát, amin egy olasz vándor cirkusz hirdeti produkcióját. Mivel évszámot nem találtunk a falragaszon, csak tippelni tudunk. Árulkodó nyoma megjelölt cím, a Versegi és Bimbo út sarkánál lévő zöld terület, ahol a 70-es években több vándorcirkusz is megfordult. E sorok írója is többször járt gyermekként az általában egy hétig időző társulatok gigantikusnak tűnő sátraiban. Az öreg plakáton vélhetően a Triberti név szerepel, amit az interneten ma is működő társulatként jegyeznek. A június 24-től július 2-ig Szolnokon vendégszereplő cirkusz fő produkciója minden bizonnyal az idomított jegesmedvék műsora volt. Nyomozásunk során fővárosi szakemberekkel is sikerült fölvennünk a kapcsolatot, akik szerint értékes ritkaságra bukkantunk. A cirkusz történeti gyűjtemény kezelőjétől megtudtuk, hogy a 60-70-es években pontos nyilvántartást vezettek a hazánkban vendégszereplő társulatokról, így a Triberti cirkusz is külön engedéllyel járta a vidéket. A vadászbolt falára helyezett plakátot állapota miatt sajnos nem lehet megmenteni, hamarosan a homlokzat felújítás áldozatául esik.